Mi van a társadalommal, mi van a valóságban? Az a feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Ami a legnagyobb probléma szerintem, vagy az egyik legnagyobb probléma, az a fajta érdektelenség, hogy az emberek már nem reagálnak. És nem csak a politikai eseményekre, hanem úgy elkönyvelték, hogy jó, ez a sorsunk, ez van. Ő nem kér egy rendkívüli dolgot a magyar egészségügytől, ő 39 évig fizette a TB-t. Tehát ő csak nem szeretne 65 évesen meghalni. Például pont Bödös Tibor az, aki mindenhova lő. És ez szóba is kerül az interjúban, hogy ő nagyon szívesen viccelne az ellenzékkel, ha lenne ellenzék, de hát nincs. És a műsoraiban azért ennyit megemlít, hogy van 2 millió ellenzéki szavazó, de nincs ellenzék. Mi lenne akkor, hogyha lenne ellenzék? Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, ez itt a Hangosítunk, a Magyar Hang lapajánlója, egy kicsit rendhagyó formában. Megjelent ugyanis a legfrissebb lapszámunk, ez az ünnepi Magyar Hang 52 oldal. Egyébként még így a súlyán is lehet érezni, hogy ez most egy sokkal markánsabb és nehezebb lapszám, és úgy gondoltuk, hogy akkor ez most megér egy ilyen kis próbálkozást, hogy videós műsort is készítsünk. Abban nincs változás, hogy ezúttal is itt lesz velem több kollégám is, ahogy láthatták a felvezetőben, Tompos Ádám, Ficsor Benedek, illetve György Zsombor is, aki már itt is ül velem egyébként. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, köszöntök én is mindenkit. És akkor még mielőtt belekezdenénk a lapajánlóba, most is elmondom, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen új műsorunkról, vagy pedig videónkról sem. Illetve ezt a műsort is azért csináljuk, hogy érdekessé tegyük az újságot, egy kicsit felkeltsük az érdeklődést a legfrissebb magyar hang iránt, hiszen mi addig tudjuk a műsorainkat is elkészíteni, addig tudjuk az újságot is elkészíteni, ameddig vannak olvasóink, előfizetőink és támogatóink, nekik ezt egyébként nagyon köszönjük. És akkor rátérünk az újságra, december 22-től már kapható a legfrissebb magyar hang, a címlapon pedig Bödöcs Tibor. Ez nagyon jó, most egyébként így meg is tudjuk egy kicsit mutatni végre, hogy mi szerepel az újságban. És hát akkor kezdjük azzal, hogy mi mindenről lehet még olvasni. Ugye, ahogy mondtam, elég sok cikk szerepel ebben. Te voltál az egyik nyilvánvalóan, aki összeállította ezt az egész lapszámot. Elő szokott fordulni egy párat, azért emeljünk el cikkek közül. Igen, egy-két definíciós kérdés. Mi az, hogy dupla szám? Ez nekünk ugye egyértelmű. Most kaptunk olyan kérdést közvetve egy könyvesbolton keresztül, hogy mi is az a dupla szám, mert hogy volt egy vevő, akinek mondta, hogy az eladó, hogy most ezek karácsonyi dupla számok, és eladott a válasz, hogy neki elég a szimpla. Ugye, tehát úgy dupla, hogy hosszabb a terjedelem. Igen, 52 oldalas. 52 oldalas. Igen, aztán miért Bödöcs Tibor? Arról beszéljünk? Vagy azt megbeszéltétek a Bencével? Azért Bödöcs Tibor, mert jókat mond és vicces. De nem csak vicces, hanem egyébként úgy elég mély is, amiket szokott mondani. Igen, meg talán ő azért elég sokan szeretik, kedvelik, ismerik az arcát, és még akkor is, hogyha kicsit látszik is, hogy egy usankában van, de erről majd még fogunk beszélgetni. De csak azért van, mert a fotós megkérte, hogy vegye fel az usankát, mert hogy így jobban látszik. Igen. Hát amiről ugye mindig szoktunk beszélni, meg te is szoktad említeni, hogy a report. Most is készítettünk egy felmérést, igaz, az online-ra vonatkozóan, de azért a válaszokból az derül ki, hogy azért nagyon sokan egyszerre követik az online kiadásunkat, meg a printet is, meg ugye az online-ra is felkerülnek, és a pluszos előfizetős csomagban ugye olvashatók reklámmentesen a riportjaink is, meg minden más nagy anyag. Ugye most is természetesen készültünk ilyenekkel, ugye a Tompos kollégát nem kell bemutatni, meg majd elmondja, hogy merre járt és mit csinált pontosan, ugye az egészségügyes riportsorozat, az egészségügyhöz való hozzáférés, mint nagy téma, amivel ő most foglalkozik, mert hetek, hónapok óta. Lukács Csaba Koszovóban járt, és egyébként a magyar befektetések, vagy a NER-hez köthető befektetések nyomában járt és kutakodott. Egyébként ez is a sorozatnak a része. Már volt egy, és még lesz egy része ennek, hogy miként mozog, próbálkozik, mind gazdasági, mind média befolyás terén a NER, mondjuk úgy, a Balkánon. Több-kevesebb sikerrel, ugye azért valahonnan már kitették a szűrét, mint például Szlovénia, de nem nagy titok, ha azt mondjuk, hogy Koszovó is inkább ebbe a sorba tartozik, de mindez ebben a nagy riportban ugye olvasható. Amit mindenképpen kiemelnék, ez a Németh László, ő érsek, aki ugye belgrádi érsek,
Ebből kifolyólag ugye nem része a magyar papi hierarchiának, nagyon érdekes, és felszabadult az, amit, ahogyan ő beszél. Tehát, hogy egészen más, mint amikor az itthoni szellemi lapságban ragadt kollégáit olvassuk, néha tisztelt persze a kivételnek. Igen, itt van egy-két olyan egyházi szereplő vannak, és talán úgy lehet érezni, hogy nyíltan beszélhet, és nyíltan meg is fogalmaz kritikákat is adott esetben. Igen. Aztán itt olyan műsorról beszélgettünk, hogy legyenek témák, hogy itt többen feltettük, hogy mi nem beszélünk az ételekről. És egyébként valahol jogos, tehát, hogy ha kritikaként megfogalmaznak velünk szemben valamit, az, hogy hát miért depresszív alap, illetve miért nem foglalkozunk többet azzal, hogy mi lesz a jövő. Tehát oké, hogy most benne vagyunk egy ilyen szellemi posványban, mint Magyarország, és de oké, de hogy lehetne ebből valahogy kilépni. Ez egy jó lapajánló, arra beszélünk, hogy mik a gyengeségek. Miért vagyunk rossz, eddig így van. De mondjuk ez hozzátartozik, hogy ha már jövő évre tekintünk előre, hogy kimondott cél és terv az, hogy ilyen típusú riportokat is írjunk, meg ilyen típusú sorozatot is indítsunk, hogy ha már drága miniszterelnökünk, ugye már nem is 2030-ig, hanem 2040-ig, sőt volt nála, és például 2060-ig tervezett, akkor már talán nem az ő miniszterelnöksége alatt fogunk élni, ha már, de ő szerintem még bőven tervez. Na mindegy, de hogy akkor mi is nézzük meg, hogy milyen alternatívák vannak. Nem politikailag elsősorban, hanem hogy egyáltalán olyan ügyekben, mint például az apró falvaknak a jövője, a demográfia, a mesterséges intelligencia, meg egyáltalán a robotizáció hatása a hazai munkaerőpiacra. És számos ilyen dolgot fel lehet vetni, még a mezőgazdaságtól kezdve az egészségügyhöz kapcsolódó tudományfejlesztéséig, amit igyekszünk majd a következő évben végigjárni, mint sorozat, illetve hát ugye, ha már itt a lapajánló, akkor ugye egyébként a gasztronómia azért viszonylag hangsúlyosan jelen van a Magyar Hangnak az életében, ezzel kapcsolatban is vannak terveink jövőre vonatkozóan, de ezt még nem merem kimondani. De most is van például egy nagy flódni tesztünk, illetve egy mellékletünk, ugye ez a bűvös szakács, ami most ismét egy ilyen teljes ív terjedelmű, tehát négy oldal. Kiderül belőle például, hogy mi is igazából az a svéd asztal, illetve hogy honnan ered. Nekem volt olyan emlékem, hogy külföldön járva még régen fiatalon próbáltam ugye egy-egybe lefordítani azt, hogy mi az a svéd asztal, mondjuk egy görögnek, vagy főleg egy dél-európai vonal, amikor gasztrotéren mozogtunk, és így röhögtek ezzel, mi az, hogy svéd asztal, nem értették. De mindesetre ebből a mellékletből most kiderül, az is egyébként, hogy az igazi svéd asztalon a lazacnak 16 féleképpen elkészítve kell szerepelnie. Igen, hát nem tudom, hogy ez mennyire szokott valóban így történni, de hát akkor ezek szerint így kell. Nem, mert egy picit olyan ez a Molnár B. Tamás vonal egyébként. Nyilván egyikünk sem fogja 16 féleképpen elkészíteni a lazacot, meg lehet, hogy sehogyan sem. Ne legyünk ilyen pesszimista. Szerintem az olvasóink közül lehetnek. Vagy lehet, hogy sehogyan sem. Mindenesetre egy picit ez az űrtechnológia. Tehát, hogy amikor sokan bírálják, néha egyébként ezt megértem, hogy miért kell ennyire elmenni csúcsgasztróba, és miért írja le azt a szerző, hogy csak a nem tudom, a Pireneusok déli lejtőjén, nem tudom, holdfényben kukoricát csipegető 980 g-os csirke a jó, mert ha nem abból csinálod, akkor inkább dob ki a kukába az egészet. Nyilván ez bosszantja azt, aki örül, hogyha a Tesco-ba, vagy nem tudom, jobb esetben a piacon megveszi a kis csirkéjét. De közben meg ugye ez a fajta maximalizmus viszi előrébb a hétköznapi életünket és a hétköznapi létünket, hogy ugye már közszerű, hogy nem lenne alufólia, hogyha nem lenne űrkutatás. Ez azért valamennyire a gasztronómiára is igaz, hogy hát ezt tekintsük valamennyi irodalomnak is a csúcsgasztrót, és ehhez képest meg amit le tudunk csorgatni a magunk életébe, azzal meg éljünk. Maradva egy kicsit a gasztró vonalnál, viszont egy kicsit vissza is térve az interjúkra, bocsánat, pontosabban a riportokra. Ugye van még riportunk például Hutter Mariannától, olyan filippínokhoz utazott el, akik Magyarországon dolgoznak, és egyébként szó van benne a gasztronómiáról is, hogy az ő kultúrájuk milyen, ők mit esznek, ők hogy esznek. Egyébként nagyon érdekes, hogy ők hogyan látják Magyarországot, ők hogyan látják a magyarokat, azon túl, hogy ezzel talán nem árulok el nagy titkot, hogy hideg van, és ez nekik annyira nem tetszett. Ne is mond. De egyébként nagyon érdekes, amiket mesélnek, hogy ők hogyan élik meg azt, hogy itt
kell dolgozniuk is. Egyébként eleve az, hogy milyen az ő közegük, ahova ők jönnek, tehát kulturálisan ez egy mennyire más világ. Úgyhogy ezt nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, ez Albert Enikőnek is van most riportja, csak hogy tényleg beszéljük, mert sokszor megkérdezik tőlem, hogy miben vagyunk mások, mint más médiumok, és akkor én általában azt mondom, hogy nagyon sok riportunk van. Enikő egyébként Orosházat látogatott, egy olyan iskolába, amit a Iványi Gábor vezette, egyház működtet, és halmozott a hátrányos helyzetű és sokszor fogyatékkal élő gyerekek tanulnak ott. Egyszerűen ez az intézményrendszer, amit ők üzemeltetnek, sokkal több figyelmet tud szentelni, mint egy klasszikus, egyszerű állami iskola tudna. Most tehát akkor ezt... Persze pénzük az nincs, tehát hogy teszik ezt úgy ezek a tanárok, hogy gyakorlatilag fél éve alig kaptak pénzt. És ehhez képest a tanári gárdának a többsége még mindig kitart, hogy csinálják a székként, én nem tudom, tényleg. De hogy arra válaszok, hogy az elhivatottság, meg az a tudat, hogyha ők nem csinálják, akkor ezt a fajta gondoskodást ott helyben senki más nem fogja tudni megcsinálni. És hogy valahogy túljelnek, de hát ez egy csoda. De te is tudod, hogy hány olyan terület van, amiről azt mondjuk, hogy már igazából azok a lelkes emberek tartják egyáltalán életben vagy működésben, akik még kevés pénz mellett, nagyon kevés pénz mellett, borzalmas körülmények között, de mégis egyszerűen úgy érzik, hogy nekik ez a hivatásuk, és ezért működik egyébként nagyon sok minden, és itt most hosszan lehetne sorolni az oktatást, az egészségügyen, a vasúton keresztül rengeteg mindent. De hogy akkor ne csak ennyire depresszívek legyünk. Nem azok voltunk, pláne, hogy most már világosabb van minden nap egy-két perccel. Ez is igaz. Itt a tavasz. Volt egy nagyon jó kezdeményezésünk, ugye ez már lényegében egy hagyomány a Magyar Hangnál, hogy minden év végén meghirdetjük az év embere szavazást. Ezúttal is meghirdettük 5 személyt, vagy igazából csoportot, mert például Mike Pércsi anyák, akik ugye az akkumulátorgyár ellen küzdöttek Debrecenben, ők lényegében egy csoportnak tekinthetők. Nos, a szavazás ez lezárult, és ugye a legfrissebb lapszámunkban ki is hirdetjük a győztest, hogyha lehet így mondani. Hát ennyit talán elszpoilerezhetünk, hogy ki nyerte. Karsai Dániel nyerte elsőbb adányban 77%-kal, a Mikkel Pércsi anyák lettek egyébként a másodikok. És akkor így ugye Karsai Dániel döntetett arról, hogy a mi jelképes felajánlásunk ez a 100 000 forint hova jusson. Ez egy sérült gyermekekkel és az ő kommunikációs fejlesztésükkel foglalkozó alapítvány, az a Bliss-hez fog kerülni. Akik hát megint csak jellemző módon, hát szabad ilyet mondani, nem tudom, de hát hogy nagyon nehéz körülmények között dolgoznak. Szerintem ma Magyarországon sem szabad. Irodáikat alig tudják fűteni, az egy helység van felfűtve ilyenkor, ahol ténylegesen a foglalkozásokat tartják. Szóval jó helyre fog kerülni ez a pénz, és ez egy felülről nyitott kezdeményezés. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy szeretne ezt csatlakozni, akár akkor keresheti őket is közvetlenül, vagy hogyha rajtunk keresztül szeretné, akkor természetesen az impresszumban szereplő bankszámlaszámon keresztül ezt meg lehet tenni. De ennek még lesz sok nyoma, tehát erről fogunk majd cikket közölni, tehát kommunikáljuk ezt még markánsan, de legyen ez is egy felhívás. Mindenképpen, és hát akkor még egy picit a jövőről is beszéljünk. Abból a szempontból, hogy nagyon sokszor halljuk mi is azt, hogy a nyomtatott újságírásnak már lényegében leáldozott, hogy a print újság az már igazából lényegében egy ilyen felesleges dolog. Mi mégis ugye ezzel a hivatással vagyunk, hogy mi egy print újságot készítünk. Milyen tervekkel nézünk a jövőre? Hát ugye ez egy ilyen sajátos dolog, ezt ugye Magyarországon mondják igazából, hogy a print újságnak leáldozott, azért, hogyha elnézünk kicsit északra vagy nyugatra, akkor nem ez a tapasztalat, hogy akár Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában lehetne sorolni, csak most a térségnél maradva létezik és él és virul mondhatni a nyomtatott sajtó, még a napilapos sajtó is. Hát Csehországban azért napi szinten sok-sok tízezres, de lehet, hogy a 100 000-esnek is mondható példányszámban fogy el összességében az a 4 napilap, ami még mai napig életben van. Bocsánat, így megakasztalak, de hogy szerinted van erre megfejtésünk, hogy ez miért van? Hát persze. Ez a polgárosodottságnak a kérdése. Tehát egész egyszerűen egy társadalom tart-e ott, és ez most nem csak az újságokról szól nyilván, hanem a civil társadalomról, a színházakról, egyáltalán a kulturális életről, hát most zárójeles megjegyzés. Kiveszik a alaptantárból a művészettörténetet. Nem lehet érettségizni művészettörténetből. Hát én értem, hogy nem kell mindenkinek művészettörténésszé válnia, meg
kiváló vegyészeket és fizikusokat is kell képezni, nyilvánvaló, tehát most nem. De hát azért az, hogy mit mond el egy társadalomról, hogy azokat a tárgyakat, és ez egyébként a humán szektor általában igaz, de azokat a tárgyakat és a művészettörténet tipikusan ilyen, amitől fejlődik a gondolkodásod, az érzelemvilágod, amitől általános műveltségre teszel szert, amitől mondjuk meg tudod ragadni akár egy városban járva, vagy a hétköznapjaiban is a szépséget, a jót, amitől egyszerűen színesebbé válik az életed, amitől megtanulsz színeket látni a feketén és a fehéren túl. Esetleg megtanulod azt, hogy nem csak erőből lehet megoldani bizonyos helyzeteket, hanem mondjuk kreativitással is, vagy látsággal, vagy egy millió kifejező eszközzel. Egy ilyet elveszünk a jövő fiatalságától. Tehát, hogy milyen ilyen országban akarunk élni, ahol mondjuk a művészettörténet sok más mellett egyébként nem lesz benne az alapoktatásban. De egyébként most a médiaismeretekről is lehetne beszélni, hogy egyik, ami részben bent van, csak hogy milyen színvonalon tartják, és kik tartják, nyilván megint csak tisztelt a kivételnek, de hát találkoztunk már lakossági fórumon is olyan nagyvárosi iskolában dolgozó pedagógussal, aki médiaismereteket tanít, és hogy valami egészen elképesztő vad összeesküvés elméletekkel boldogított minket azon a közönség találkozón is, de tényleg a legszélesebb tárházát sorolta, hogy hozta föl. Most ilyen emberek tanítanak médiaismeretet, az nagyon jó lesz tényleg. Szóval igen, nekünk ugye a feladatunk és kötelességünk nyilván az, hogy ezeket a bizonyos színeket láttassuk és bemutassuk, és hát egy picit lehet, hogy érdemes utalni itt a miniszterelnöknek a éves sajtótájékoztatójára, és meg egyáltalán arra a kommunikációs mederre, amit mondjuk a miniszterelnök, illetve hát a hatalmi gépezet megszab, ami ugye egy viszonylag szűk keret, és nyilván az ő tematizációjuk jelenik meg a sajtóban is, viszont szerintem akkor járunk el helyesen, hogyha ezen picit túl tudunk lépni. Nyilván egy hírportálként felelőssége és kötelessége mindenkinek beszámolni arról, hogy egy miniszterelnök mit mond, mik a fő döntések, de hogy muszáj ezen egy picit túl tekinteni, és egyrészt felhívni a figyelmet az ellentmondásokra, mert rengeteg ilyen van, tehát a önmagát meghazudtó ellentmondások fedezhetők fel a kommunikációban folyamatosan. Ezekről azért mi szoktunk sokat beszélni. De hogy közben meg az egész ország, mondjuk a vidéki Magyarország akár, de nem csak vidék, a valós élet, a mindennapi problémák, azok nincsenek benne a politikai kommunikációban. És hogyha a sajtó csak a politikai kommunikáció után lohol, és hagyja azt, hogy mások tematizálnak, akkor az egy olyan helyzetet eredményez, amiben a hatalom nyer, a nyilvánosság veszít. Csak egy példát mondjak. Minden nap téma kellene legyen az, hogy Magyarországon a várható élettartam, meg az egészségben eltöltött évek száma, az miért annyi, amennyi. És nem biztos, hogy millióka van. Ezekkel mi fogunk is, meg fontosan foglalkozunk is. De hogy lehetséges az, hogy mondjuk egy szomszédos országgal összevetve, jó, mindig Ausztria után loholunk, nyilván tudjuk, látjuk a különbséget. De ez hogy lehet, hogy még mindig 30x évvel a rendszerváltozás után sok-sok-sok év a különbség? Hogy lehet az, hogy Európán belül 10 éves különbségek lehetnek a várható élettartamban? És erre nem lehet mindig azt mondani, hogy jó, mert a magyarok sokat dohányoznak, meg sokat isznak. Biztos, hogy ez is benne van, de amikor a franciák is sokat dohányoznak és sokat isznak, ehhez képest az egyik leghosszabb életű népség ugye a francia. Na, ezekkel a kérdésekkel kéne foglalkozni egyébként, és nem azzal, hogy most Orbán Viktor mennyire volt Karakán vagy nem Brüsszelben. Az egy hír. Oké, köszönjük, tovább kell lépni. Mi van a társadalommal, mi van a valóságban? Na, nekünk az a feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk. Igen, egyébként ezért is emeltem ki külön a riportot, mert szerintem ebben tényleg valamilyen szinten unikálisak vagyunk, hogy minden lapszámunkban szerintem kettő, általában azért legalább két riportunk mindig van, és tényleg igyekszünk bemutatni azt, hogy mi történik ma Magyarországon. Sokan, legalábbis, hogyha valaki a kormányzati nyilvánosságból tájékozódik, akkor azt gondolja, hogy jó, hát a nagyvárosban úgy érdekelnek az emberek, nyilván jól, hogyha a kormányzati nyilvánosságból tájékozódik. A vidék meg sokszor ilyen skanzenszerűen van így bemutatva, hogy ott tényleg minden jó, az emberek, nem tudom, művelik a kis földjeiket, tartják az állataikat, és minden szép. De nem. Tehát, hogy persze vannak ilyenek, de azért a valóság egészen más, és pont Tompos Ádám, aki itt lesz hamarosan a műsorban, ő rengeteg riportjában bemutatta már, hogy milyen állapotok vannak ma Magyarországon, milyen állapotok vannak ma vidéken, és tényleg ez néhány tíz, egy-két száz kilométer Budapestről, és mégis, mintha észre sem vennénk.
Ja, hát itt is ki tudnánk azért menni, van itt egy-két a szomszédos utca, azért extrém körülmények vannak akár itt a Ferencvárosban is, de való igaz, hogy így van, és egyébként meg ami a legnagyobb probléma szerintem, vagy az egyik legnagyobb probléma az a fajta érdektelenség, hogy az emberek már nem reagálnak. És nem csak a politikai eseményekre, hanem úgy elkönyvelték, hogy jó, ez a sorsunk, ez van, a másik az még rosszabb lenne, tehát hogy olyan leegyszerűsítések, önigazolások, önbecsapások váltak jellemzővé, és hát igazából szerintem ez egy óriási kihívás, mert ehhez mi kevesek vagyunk, tehát ez kellene egy sokkal szélesebb szakmai összefogás, ami nincs. Tehát, hogy mi aztán abszolút nyitottak vagyunk a többi szerkesztőségre, hát hétről hétre itt ülnek a Flaszterban is, meg alkalmasint a kötött fogásban és más szerkesztőségek munkatársai, meg annyi közös kezdeményezésünk volt, nem titok, hogy ezeket azért döntően mi indítottuk el, ugye a labdásakkal van, aki erre nyitottabb, van, aki kevésbé, de azért, amikor helyzet van, például egy éves miniszterelnöki sajtótájékoztató, akkor egyáltalán nem jelenik meg a szakmai szolidaritás, kivéve Klubrádió, aki maga részéről megjelent, köszönjük ezúton is nekik, de a többiek részéről nem, és a nagy ügyekért nem tudunk együtt kiállni, és a nagy ügy az, most a korábban említetteken túl, hogy hogyan lehetne ezt a társadalmat fölrázni, hogy azt mondani, hogy ne legyincs a dolgokra, hanem hogy felelős vagy önmagadért, felelős vagy a közösségedért, és neked is jobb lesz, hogyha nem legyintesz, hanem teszel. És egyébként, ugye, ha már Csehországot vagy Ausztriát említettük, mint párhuzamos példa, hát ezek óriási különbségek, ott az emberek tesznek. Lehet, hogy annyit tesz, hogy kirakja a muskátlit és felsöpri a járdát, mert ő ott adott helyzetben ennyit tud tenni, meg tagja, nem tudom, a tűzoltó nyugdíjas egyletnek, és elmegy minden hónapban trombitálni hozzájuk, de tesz valamit a közösségét, építi. És nyilván akkor számíthat is a közösségére, hogyha ő is beletette a magáét. És itthon ezt látjuk szerte foszlani. Megint csak néhány nagyon szép pozitív példát leszámítva. Én próbáltam volna, hogy ez egy kicsit ilyen meghitt, vagy ünnepi műsor legyen, de elmentünk egy picit abba az irányba, hogy tényleg milyen problémák vannak. Na de akkor most próbáljuk egy kicsit pozitívba fordítani ezt a dolgot, hogy ugye Magyar Hang jövő évben is lesz, és mi továbbra is megpróbáljuk akkor ezt a fajta missziót, hogy a polgári értékeket átadni, hogy az embereket tényleg cselekvésre buzdítani, és tényleg itt nem kell politikai aktivitásra gondolni, hanem tényleg a saját kis közösségünkért tegyünk valamit. Igyekszünk minél több ilyen történetet is bemutatni, ugye ez is egy tervünk a jövő évre, hogy minél több olyan pozitív példát megmutassunk, amiből az emberek azt láthatják, hogy igen, lehet jót tenni, és tényleg ne csak mi is mindig a szürkeségen, vagy a depresszív hangulaton, vagy depresszív hangulatról írjunk, mert ugye arról egyébként nagyon sokat lehetne. Igen, csak ez amikor az is hozzátartozik, mert én azon közé tartozom, aki olvas kommenteket, tudom, nem lenne szabad, de mégiscsak én olvasok. És rendszeresen előjön nálunk is, másoknál is, hogy számon kérik a sajtót azért, hogy de miért ti tehettek az újabb kétharmadról, meg erről, meg arról, meg amarról, meg miért nem csináltok már végre valamit. Hogy egyébként nekünk a feladatunk az valóban bemutatni a helyzetet, ami hát sok szempontból nem annyira vidám és rózsás. Nem feladatunk megdönteni a kormányt egyébként. Ez nagyon fontos, mert egyébként ezzel sokan nincsenek teljesen tisztában, tehát hogy tőlünk is nagyon sokan várják azt, hogy mi tegyünk valamit a kormány ellen. És nem feladatunk politikai beszédeket tartani tüntetéseken, feladatunk beszámolni arról, és feladatunk akár muníciót is adni, hogyha kell az ellenzéknek, de nem azért, hogy nekik ettől jobb legyen, hanem azért, hogy az országnak jobb legyen, és hogyha az ellenzék ezzel tud élni, akkor éljen. Egyébként sajnos ez az, amit nem nagyon látunk, mert hogy akkor mondjuk ami jót is a magyar független vagy kritikus sajtóról, azért meg annyi történet előjött az elmúlt években is, de olyan történetek, amikben a térség bármely államában akár kormányok buktak volna bele, de hogy miniszterek az egészen biztos, és hogy ezek nem jártak következménnyel. A rendszer olyan, amilyen. Egy rendszert meg lehet idővel buktatni, egy kormányt le lehet váltani, ha erre van társadalmi igény. És ez az, amit az előbb is ugye beszéltünk, hogy ezt a fajta társadalmi igényt kell nekünk folyamatosan tüzelni, életben tartani, hogy legyen igény a tisztességre. Hát ez ugye egy nagy kérdés, hogy ebben el fogunk-e érni valamit, az irány az nem jó. Tehát egyre kevésbé van egy következménye az ügyeknek. Tehát már nem csak a adott politikus nem bukik bele abba, hogyha mondjuk az ő stábjából valaki nagyon csúnya korrupciós ügybe bonyolódik, hanem már az illető sem. Gondoljunk csak mondjuk a Kövér László kabinetfőnökének a villavásárlásos ügyére. Szóval, hogy
Meg annyi sztori volt, amit a sajtó feltárt, hitelt érdemlően bizonyítékokkal bemutatott, és semmi, de semmi következménye nem volt. Azért nem volt, mert a társadalom nem követelte meg, hogy legyen. Hát követelje meg. Követelje meg, így van. Mi ez annyiban tudunk hozzájárulni, hogy akkor a jövőben is készítjük a Magyar Hangot, illetve készítjük a YouTube-os műsorainkat, amiből már 6 is van egy héten. Tervünk az is, hogy egyre több videót is készítünk, egyébként erről is lesz majd még szó a műsorban, illetve a hang.hu oldal is, amit ezúton is javaslunk mindenkinek, hogy olvassa, mert valószínűleg egy kiváló, nem valószínűleg egy kiváló olvasmány mindenféleképpen. Nos, tehát akkor egy kicsit beszélgettünk magunkról, illetve az újságról is, György Zsombor főszerkesztővel, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm, és boldog karácsony mindenkinek. Mi pedig folytatjuk. És akkor Tompos Ádámmal folytatjuk, Magyar Hang országjáró riporterével. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket, olvasókat. Nem meglepő módon az ünnepi lapszámunkban is egy nagy riport jelent meg tőled, és egyébként ez egy cikksorozatnak a része. Ugye aminek az a lényege, hogy tulajdonképpen miként jutnak, vagy mennyire tudnak hozzáférni a különféle egészségügyi ellátáshoz a legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű régiókban élők. Miről írtál most? Most tulajdonképpen arcot adtunk ennek a jelenségnek, vagy ha úgy veszük, arcot adtunk annak a statisztikának, hogy Kelet-Magyarországon, ez az észak-alföldi statisztikai régió, 3 évvel rövidebb a várható élettartama az ott élőknek, mint a Budapesten élőknek. Megjegyzem egyébként, ez az életkor Ausztria keleti feléhez képest még sokkal-sokkal rövidebb, tehát hogy egy nagyon-nagyon drámai adat elmozdulást láthatunk. És egy korábbi riportalanyunkat, Andrássy Sándor Andrást mutatjuk be, kísértük el az ő útjára, mert neki úgy alakult az élete, hogy Budapestre kellett járnia először szívműtétre, majd egy urológiai műtét, egyelőre a műtét az még egy remény a számára. Most még Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből jár. Így van, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírmada és Nyírkarász között található tanyáról jár ő Budapestre, illetve hát most már egy szerencsés véletlennek és a Magyar Hang közben járásának köszönhetően egy-két vizsgálatot sikerült Nyíregyházán elvégeznie, illetve hát egy már oppapi doktornőnek, aki az ő érdekében közben járt. Ővele is készítettünk riportot, fogunk is, még várható vele is majd egy hosszabb anyaga ennek az említett cikksorozatnak a részeként. És ami hát egy nagyon-nagyon tanulságos volt, hogy ugye mi Sándorral egy videót is készítünk, és sokszor forgattunk már vele. Ezek a forgatások úgy néztek ki, egyébként a kamerák mögött ülő Belicai László kollégánk közreműködésével készül el ez a videós anyag. Mi nagyon sokszor forgattunk a Sándorral úgy, hogy mi találkoztunk Budapesten, kimentünk hozzá a Keletibe, és eljöttünk vele ide az Üllői útra, ugye ez nem messze van a szerkesztőségünktől, vagy mentünk vele a Délpesti kórházba, vagy akár a Városmajori szívklinikára. És mi tudtuk, hogy ahhoz, hogy ő reggel 8:30-9-re Budapestre érjen, hajnalok hajnalán indul el. És de ezt ugye az ember úgy belegondol, hogy hú, persze 4 órakor indul Kisvárdáról a vonat, vagy 4 óra 22-kor, azért az tényleg korai. Na most ugye mi arra vállalkoztunk ennek a riportnak a kedvéért, illetve az 26-án megjelenő videóriportnak a kedvéért, hogy elkísérjük elejétől végéig erre az útra Sándort. Tehát, hogy ti is ott aludtatok Szabolcsban, aludtatok már, ha ezt lehet egyáltalán mondani, akkor felkeltetek, mikor hajnali 3 óra körül, gondolom. Hát belecsaptunk igen a Vásárosnaményi éjszakába, mert 2-kor keltünk, hogy 3-ra ott legyünk Sándornál, és vele, ugye ő, mindent úgy csináltunk, ahogyan ő. Tehát, hogy autóval elmentünk a kisvárdai vasútállomásra, ott 4:30 előtt felszálltunk a vonatra, beutaztunk Pestre, és onnan elmentünk a Városmajori szívklinikára, mert ez egy kontrollvizsgálatra jött akkor éppen. És hát ez egy emberpróbáló út. Tehát, hogy belegondolni azt, hogy Sándornak voltak olyan hetei, hogy ezt kettőször megtette ezt az utat,
És ugye nagyon fontos, hogy mi csak az odautat tettük meg. Tehát ő ilyenkor még vissza is megy, és sokszor van, hogy ilyen este 8 éjfél, tehát egy ilyen teljesen homály zónában érkezik vissza a tanyájára. Pénzbe is kerül ez az út, noha ő elmúlt már 65 éves, de azért neki pénzbe is kell, ezt is részletesen kifejtjük, hogy ez miért probléma. És ezt ne felejtsük el, hogy ő beteg, tehát hogy ő nem egy egészséges ember, ő azért jár Budapestre, egyébként a címe is a riportnak, hogy ahhoz, hogy éljek, Budapestre kell járnom, ami szerintem egy nagyon drámai, vagy egy nagyon erős cím. Igen. Ugye de az mondjuk, ugye így kell megtenni ezeket az utakat. Igen, és ugye azt tudni kell, hogy ő ezeket az utakat azért kezdte el, meg azért mondjuk így talán, hogy vállalta be, mert mikor kiderült neki a szív problémája, akkor ő hát nem azt tervezte, hogy majd ő Pestre fog járni, vagy Pesten fogja magát megműtetni. Nyilván az volt az első elképzelése, hogy ez majd megtörténik Nyíregyházán vagy Debrecenben. Csak hát ott azt látta, hogy valami olyan elképesztő hosszú várólisták vannak, hogy ilyen végső elkeseredésébe kiírta a Facebookra, hogy valaki segítsen neki, vagy hogyha bármi ötlet vagy tipp van, akkor szívesen fogadja, és akkor egy marosvásárhelyi doktornő, tehát egy erdélyi doktornő írt rá, hogy neki van egy ismerőse, egy professzor a Városmajori Szívklinikán, oda őt beajánlotta, és akkor egy hosszú, intenzív, kivizsgáló időszak érkezett, ahol megint csak, tehát az a tény, ahogy ő ezeket a kivizsgálásokat elvégezték rajta, az is egy nagyon-nagyon fontos és érdekes és érzékletes tünetét mutatja be a magyar egészségügynek. Őt elhelyezték a Rókus kórházban, tehát a Blaha Lujza téren, és Pestről Budára, Budáról Pestre oda-vissza egy siófoki mentős csapat hurcolázta őt, a szabolcsi beteget. És mert ugye pesti személyzet, vagy pesti kapacitás erre nem volt. Ugye elvégezték rajta ezt a szívműtétet, sikeres volt, egy nagyon hosszú, nagyon komoly beavatkozás, és hát ugye a kivizsgálás során, amik fölmerültek problémák, azokat mondták neki, hogy ha majd megerősödik, akkor jöjjön újra. De hát itt most már a nyírkarászi nyulastanyától budapesti Üllői útig már nem vállalja be a betegszállítóit, már ezeket az utakat neki kell elvégeznie. És az derült ki, hogy tényleg ami elképesztő, hogy vannak olyan vizsgálatok, meg vannak olyan elemei ennek a történetnek, amit tényleg meg lehetne oldani egy telefonnal, vagy egy e-maillel, vagy egy szkenneléssel, és nem. És a magyar egészségügyben erre egész egyszerűen nincs kapacitás. Inkább 300-350 kilométer, tehát attól függ ugye, hogy a vonat melyik vonatra tud felszállni, hogy érkezik Budapestre, vagy időnként telekocsival, vagy nem is tudom, ilyen szívességi fuvaroknak köszönhetően néha följön. Így gyakorlatilag ilyen 20 perces procedúrák, vagy ilyen 20 perces kis átadások kedvéért, amik tényleg a 21. században azt gondolná az ember, hogy ezt 2-3 kattintással meg lehetne oldani, de ha nincs ember mögötte, aki ezeket a kattintásokat megtegye, akkor bizony a betegnek tennie kell magának, érte nagyon hát sokat. Még nincs elég odafigyelés, de ugye említetted, hogy volt olyan alkalom, amikor ti is felkeltetek, a hajnali vonattal feljöttetek Budapestre, vagy bocsánat, eljöttetek Budapestre, illetve egyébként pedig, amikor ő egyedül utazott, akkor nyomon követtétek. Hány alkalom volt, amikor eljöttetek vele, megnéztétek, hogy ő bemegy a bármelyik kórházba, egészségügyi intézménybe, aztán hát vagy érdemű vizsgálatra, vagy tényleg csak egy papírra, ahogy említetted, mert ugye ezt tudjuk, vagy ezt tudja akkor most mondjuk a kedves olvasóknak, nézőknek, hogy ti azért hónapok óta követitek az ő kálváriáját. Igen, hát ahogy néztük, vissza is néztük, talán annál is érzéketesebb, hogy hányszor követtük, hogy vannak olyan videók, ahol még hát ha nem is rövid nadrágba, de egy szál inkbe jön, és ha a végén már nagy kabát, sapka, kucsma, téli bakancsba látható. Tehát ez mutatja azt, hogy egyrészt a várólista hosszúságát is, másrészt meg, hogy tényleg mennyi utat kellett megtennie. Amikor így eljöttünk vele ilyen keleti Üllői út szakaszon, és akkor ott elmondta, hogy éppen miért jön, ez ilyen 6-8 alkalom volt emlékeim szerint, de ilyesmi. És csak azért az elmúlt néhány hétből, hónapból. Igen, és akkor
Ugye neki a szívműtétje korábban az jóval korábban történt, de tényleg az elképesztő, és tényleg az volt a tanulság számomra, hogy egy kicsi odafigyeléssel, tehát hogy a rendszert szerettük volna megmutatni, hogy nem figyel oda ezekre az emberekre, és hogy valószínűleg az lehet a titok nyitja, hogy mennyire ez a leromló egészségügyi rendszer adott esetben nem bántva a benne dolgozókat, mert tényleg hát ők tartják a atlaszként válukon ezt a düledező, sok esetben szó szerint düledező konstrukciót, de hogy azért amorálissá teszi az embert. Tehát, hogy nem fog ő azzal törődni, látja a címet, látja, hogy ott van, hogy nyírkarász, és nem fogja azt mondani, hogy hú, akkor találjunk ki valami másik megoldást, hogy hogyan lehetne neki időpontot kérni, nem személyesen, mert hát csak tanult földrajzot sejti, hogy nyírkarász nem itt van Érd mellett, de hogy ez nem jut el, ez nem megy át. És akkor Sanyinak kell átjönnie, hogy neki kell fölutaznia Budapestre. Igen, és szerintem azért nagyon fontos ez a cikk, amit most készítettetek, illetve hogy már említetted, ugye ez egy kis film is készül, igen, és azt is megnézhetik majd vélhetően december 26-ától a Magyar Hang YouTube csatornáján. Tehát hogy azért nagyon fontos ez, mert mindannyian tudjuk, hogy több tízezer ember van, aki egyébként különféle beavatkozásokra, műtétekre vár, amik ugye ezek rendszerint a nem életmentő beavatkozások, tehát lehet rá várni, függetlenül attól, hogy egyébként az ember közben szenved, és fájdalmai vannak, de nem fog belehalni, ezért ki lehet tolni, vagy el lehet tolni a műtétet. Tehát, hogy mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok ilyen ember van, és akkor most tényleg, ahogy te is mondtad, arcot is tudunk adni ennek, tehát, hogy meg is tudjuk mutatni egy ember káváriáján keresztül, hogy emellett nem lehet csak úgy elmenni, tehát erre nem lehet csak így legyinteni, mert ezek húsvér emberek. És bocsánat, van még egy nagyon fontos, a több tízezerben, amit említettél, összesen 48 ezer ember van, igen, éppen valamilyen várólistán. Ebből a 48 ezerből jó eséllyel sokan egy idő után hát vagy megunják, vagy sajnos a helyzetük azt kívánja majd meg, hogy bizony nyúljanak mélyen a zsebükbe, és forduljanak magánellátáshoz, ahol már valószínűleg meg tudják oldani az ő gondjukat, bajukat. Sándor esetében ez nem opció. Tehát ő egy a szó legklasszikusabban értelmében vett kis nyugdíjas, egy Isten háta mögötti tanyán. Tehát neki a magánellátás az nem opció. Egészen biztosan nagyon sokan vannak, akiknek tényleg nem opció, és hogy nekik már akár a betegség észrevétele, vagy akár maga a házi orvoshoz jutás is sokszor problémát jelent. Ugye rengeteg ellátatlan körzet van, erről fog egyébként szólni majd a következő cikk ebben a sorozatban. És tényleg azt is, tehát, hogy ahogy beszélgettünk vele, ő is mondta, hogy ő nem kér egy rendkívüli dolgot a magyar egészségügytől, ő 39 évig fizette a TB-t. Tehát ő csak nem szeretne 65 évesen meghalni. Tehát, hogy ez azt hiszem nem egy olyan világrengető kérés. És hát ugye van egy jelenség, ez a magánorvoshoz fordulás, ami egyre elfogadottabbá, egyre bevettebbé válik. Középosztályban mindenféleképpen. De nagyon fontos szerintem emlékeztetnünk az embereket arra, hogy ez nem mindenkinek lehetséges. Ez nem és hát semmiképpen sem természetes, tehát hogy ez már mindenképpen rossz, hogy ezt ilyen sokan választják, és ez egy akkor is szükségmegoldás, hogyha megengedheti valaki magának, de ha nem, akkor az végképp ez mutatja azt, hogy ez micsoda problémát jelent az, hogy az egészségügy nincs jó karban. Igen, és ugye amiről a tetszik sorozatot szól, az pont az észak-kelet-magyarországi régió, ahol a többségében nagy eséllyel azok vannak, akik tényleg nem engedhetik meg maguknak azt, hogy magánorvoshoz forduljanak. Igen, és akkor kiderül, hogy mennyire kreatív tud lenni az ember, mennyire tud alternatív megoldásokhoz nyúlni, és hogy kik azok, mik azok a jelenségek, lehetőségek, amik ugrásra készen várják azt, hogy a bajba jutottak hozzájusson, hát segítek, ezek nem mindig jó forgatókönyvek, de ezekről majd később úgy is beszélni fogunk. Igen, akkor, tehát ugye, amit említettünk, lesz egy kisfilm is. A kisfilm, illetve a cikk, az mennyire fedi egymást, vagy mennyire lehet különféle dolgokat megtudni a kettőből?
amellett, hogy természetesen azt ajánljuk mindenkinek, hogy olvassa el a cikket, és nézze majd meg a kis videót is hozzá. Igen, tehát, hogy vannak a cikkben olyan dolgok, amik a videóban nincsenek benne, és fordítva. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom László nevében is, hogy arra törekedtünk, hogy teljesen önállóan megálljon a lábán a videó is, a cikk is, de azért vannak benne olyan adatok, hát főleg technikai okokból, amik ebben amik a cikkben olvashatók is vannak, amik a filmben jelennek meg, de azért a történet maga, a kilométerek, azok nagyon is valóságosak mind a kettőben, és nagyon remélem, hogy mind a kettőből átjönnek. Nekem egy nagyon nagy tanulság volt, hogy mennyire másképp kell a videózáshoz, mennyire más fejjel kell elkészíteni a videózást, mint egy cikket megírni. Ez nekünk még új terep, de kétségkívül izgalmas. Nagyon sokszor beszélgettünk arról, és nagyon sok újságíró kolléga is tapasztalja azt, hogy az emberek egyre inkább félnek megszólalni, félnek megmutatni az arcukat, még akkor is, amikor nem egy ilyen nagyon átpolitizált, vagy nagyon politikai témáról van szó, bár ma már talán mindenhez. Minden az. Ma már minden az. Sándort mennyire volt egyébként könnyű vagy nehéz rávenni, hogy ott tényleg arccal álljon bele az egészbe, és tényleg végig tudja bemutatni, vagy végigbe tudjátok mutatni az ő káváriáját? Hát ez volt a legegyszerűbb. Tehát Sanyi egy különleges személyiség. Tehát ha azt mondom, hogy szeret és tud is beszélni, akkor még nem mondtam semmit. Viszont ami ennél sokkal fontosabb az, hogy egyáltalán fölvállalta ezt a káváriát, és az, hogy nem veszítette el a kedvét, nem fordult apátiába, az annak köszönhető, hogy amit ő magáról mond, hogy ő az a fajta típus, akit, hogyha kidobnak az ajtón, akkor visszamászik az ablakon, és ez volt igazából, ez volt szerintem inkább fontos, mint az, hogy ő így kamera elé álljon, vagy hogy ezeket elmondja. Nála ez annyira természetes, meg annyira, nem tudom szebben mondani, annyira nagy dumás, hogy ez még így föl sem merült az ő esetében. Valóban egyébként az egy jelenség, amit mondasz, hogy az emberek egészen, sokszor egészen szürreális okokra hivatkozva félnek a médiában való szerepléstől, de hát szürreális közéletet élünk, tehát hogy ezen ne törjünk pálcát ezek fölött, az emberek fölött, akik így döntenek, tehát tényleg bármiért elő lehet venni. Ugye szoktam mondogatni, még a Magyar Nemzetnél, amikor dolgoztunk, hogy államtitkártól közmunkásig terjed azoknak a száma, akik a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozat miatt elveszítették az állásukat vagy munkahelyüket. Úgyhogy ezt én abszolút megértem. Hát Sanyi egy nagyon más típus. Tehát ő az, aki az állam helyett a Facebookhoz fordult segítségért. Más kérdés, hogy egyébként a Facebookon is megjárta, mert ott is történt az, hogy visszaélések voltak, feltörték a Facebook oldalát. Tehát megmerítkezett ő nem csak a jóban, hanem a rosszban is, tehát meglátta a Facebooknak az árnyoldalait is egyben, de hát ez is pontosan egy olyan dolog, ami mutatja azt, hogy ha nincs egy stabil, erős, jól megszült szociális védőháló, akkor az alternatívákhoz, meg az ilyen különböző segítséghez forduló emberek, azok tulajdonképpen mennyire kiszolgáltatottak, és hogy ezek a pótmegoldások, ezek milyen veszélye, további veszélyeket jelentenek, akár csak egy ilyen egyszerű ügynél fogva is, mint a Facebook. Tehát, hogy elkezdtek egy gyűjtést rendezni az ő nevében, ami hát jó eséllyel a végén, hogyha belemegy, akkor nem nála kötött volna ki az az összeg. És ez megint egy olyan jelenség, amivel nagyon sokat találkozunk, és hát lehet ezzel is megérni a jövőben még foglalkozni bőven, csak ez egy még vékonyabb jég talán. Igen. Nos, tehát akkor Tompos Ádám riportja a Magyar Hang legfrissebb ünnepi számában ahhoz, hogy éjjel Budapestre kell járnom, és ugye Sándor történetét meséli el, az ő káváriáját, hogy egy Szabolcs megyei kis tanyáról folyamatosan Budapestre jönni, utazni, hajnalban kelni, milyen vizsgálatokra kell jönnie, van, amikor teljesen feleslegesen kell jönnie, tehát, hogy tényleg nagyon, ahogy te is mondtad, arcot ad annak, hogy ez a jelenség, ez tulajdonképpen mekkora probléma ma Magyarországon, és akkor erről készül egy kis film is, ami szintén elérhető lesz a Magyar Hang YouTube csatornáján. Erről beszélgettünk most Tompos Ádámmal, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.
És akkor folytatjuk is a műsort, még pedig Ficsor Benedekkel. Szia, köszönöm, hogy te is itt vagy. Köszönöm a meghívást, és üdvözlök mindenkit. Te készítetted a címlapos interjúnkat Bödöcs Tiborral, és hát rendszeres olvasóink azt tudják, a nem rendszeres olvasóinknak pedig most elmondjuk, hogy az ünnepi lapszámunknál általában a címlapon mindig valamilyen egyházi személyiség szerepelt. Hát Bödöcs Tiborról sok mindent lehet mondani, azt gondolom, de talán az egyházi személyiség az mégsem illik rá. Hogy esett rá a választás? Hát ugye most frappás lenne azzal kezdeni, hogy Bödöcs Tibor az interjúban coming out volt, és hogy felszenteli pappá, de nem erről van szó. Ez az interjúban is szóba került, nyilván mégiscsak indoklásra szorul egy ilyen ünnepi címlap esetében. Ugye ő úgy fogalmazott, hogy csodálkozik, hogy ő van, és nem Beer Miklós a címlapon. Hát a választás igazából valószínűleg a véletlenek szerencsés összjátéka okozta az ő címlap interjúját. Ugye összejelent meg az új kötete, a Prímszámok Hóesésben című, amelyben abszurd miniatűröket gyűjtött egybe, és ennek apropóján három interjút vállalt, két online, amelyek korábban megjelentek, illetve egy printet, a Magyar Hang volt az egyetlen printlap, amelynek interjút adott, és ez hát késő ősz, koratélre időzítettük eredetileg, aztán jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ez a karácsonyi címlapra kerülne, hiszen akkor két hétig olvashatnák, és hát kevés vonzóbb interjú alanyt lehet találni címlapra Bödöcs Tibornál. Az olvasók szempontjából természetesen. Igen, ez mindenképpen így van. Az ünnepről azért esik-e szó az interjúban? Természetesen, igen, azért, tehát ez nem hagyhattuk ki. Már csak ezért is, mert ugye szóba került, hogy ő mit gondol erről a címlap szereplésről, és ugye azt azért idézem, szó szerint nem akarok butaságot mondani, hoppá, elnézést. Ugye ő itt azt úgy fogalmazott, hogy csodálkozom is, hogy Beer Miklós helyett én leszek a címlapon, bár ennek is megvan a szépsége. Egy konzervatív keresztény labba, egy nem hívő Jézus szimpatizás adja az ünnepi interjút. Úgy érzem, hogy a megbékélés, az irgalom és a szeretet csillag szórói gyulladnak ki. Tehát, hogy mindenki ezt várhatja a laptól és az interjútól és a laptól is természetesen. És igen, szó esik a karácsonyról is. Jó, és akkor egy kicsit én kellő szabadságot hagyvan neked, ugye ez a műsor mégiscsak arról szól, hogy egy kicsit úgy felkeltsük az érdeklődést, hogy mi minden szerepel az interjúban, tehát hogy mi mindenről olvashatnak az olvasóink. Pár dolgot még dold be, kérlek, hogy Bödöcs Tiborra mi mindenről beszélgettetek. Hát fontos kontextusba helyezni, vagy keretek közé foglalni az interjút. Ugye ő már az egyeztetéskor is szerette volna, ha inkább az irodalomról esik szó, de aztán a beszélgetés közben rájöttünk, hogy az irodalomról sem lehet anélkül beszélgetni, hogy a közéletnek kerüljön szóba. Így aztán ez megint hát egy kicsit ilyen fejnehéz lett közéleti szempontból, de azt hiszem, hogy ezt, ha Bödöcs Tibor nyilatkozik, akkor az sosem érezhetjük túl soknak a között. Őt azért nehéz is elválasztani a közélettől, tehát hogy bármennyire egy humorista, azért szerintem kimondhatjuk azt, hogy ő azért mégiscsak közéleti szerepet vállal. Igen, és hogy nyilván ezt is várják el tőle, ami nem feltétlenül esik egybe az alkotói szándékkal. De hát ugye esetében azért itt most nyilván paradigmaváltásról nem beszéltünk, de ahogy például a címlapon is jelzett Türk Basáról, vagyis szeretett miniszterelnökünkről esik szó, és az ő nevéről, illetve az annak elhallgatásáról, vagy ki nem mondásáról inkább, ez is jelezte azért, hogy számára a közélet már egészen máshogy fordul, mint ahogy mondjuk. Ugye ez is érdekes, hogy két évente készül vele interjúnk, 19-21 és most 23, hogy hogyan változott ez, és az interjú elején meg is indokolja, hogy miért nem szereti például kimondani a miniszterelnök nevét, miért tartja fölöslegesnek, vagy egyáltalán károsnak, hogy a független ellenzéki médiumok úgy hivatkoznak Orbán Viktorra, hogy mindezt nem kritikával teszik, ahogy fogalmaz, hogy teljes munkaidőben követik a miniszterelnököt, és bármit mond, az megjelenik, és ezzel hát, és csak a mítoszát erősítik, amire nem nagyon lenne szükség. De természetesen a közéletben rengeteg minden szó esik, ugye ez kihagyhatatlan kérdés, bármennyire is elcsépeltnek tűnhet, hogy ugye ő a Libri kiadó, vagy a Libri csoporthoz tartozó kiadónál, a Helikonnál adja ki a könyveit, és hogy vajon a Matthias Corvinus kollégium által felvásárolt Libri helyzete nem kongatta-e meg nála a vészharangot, nem érezte volna úgy, hogy amikor kiderül, hogy a kormány közeli
százmilliárdokkal kitömött szervezet megvásárolja a Librit, akkor ideje lenne távoznia. Ez is kiderül az interjúból, hogy miért maradt a Helikonnál, és hogy mikor érzi úgy, hogy, vagy mikor érezné úgy, hogy akkor tovább nem tartható a helyzet. Szó esik természetesen a fóliázásról, a könyvfóliázásról, hiszen egyébként a prímszámok óesésben is van egy pikáns miniatűr, ahol Stalin és Hitler homoszexuális kalandjait eleveníti fel, ami, hát, ahogy ez a beszélgetés működő, megérdemelte volna a fóliát, de ugye ez nem került rá. És ahogy a cím talán a legnyilvánvalóbb utalás, hogyha a Walter Candidjából vett idézet, vagy arra való hivatkozás, hogy a műveljük kertjeinket, magyarul maradjunk távol a közéleti sárdobálástól, és vonuljunk vissza az otthonunkba, de hogy, ahogy ezt jelzi is a címben, nem tehetjük meg, hiszen most már még már a kertjeinkben is akkumulátorgyárak állnak, tehát nyilván ez is szóba került, mint ahogy a propaganda, a propagandához való viszonya, Fábri Sándor, és egyébként Fábri Sándor meglepő kritikája, meglepő kormány kritikája, ami szándéktalan volt, de mégiscsak kicsúszott. Szóba kerül Demeter Szilárd is, hogy ő milyen ajándékot küldött Demeter Szilárdnak karácsonyra, és hogyan indult el, és hogyan is zárult le azonnal egy bimbózó barátság kettejük között. Úgyhogy elég sok minden szóba kerül a közéletből, de azért ezek nyilván mindig egészen mondjuk kapnak egy bajszínű árnyalatot Bödös Tibor előadásában. Igen, de ez egy kétoldalas interjú, tehát egy terjedelmes interjú, úgyhogy azt hiszem, hogy kellő mértékű vagy mennyiségű olvasmány mindenki számára, és hát akkor itt az előbb felvetett témákra mind megtalálják a választ, hogy Bödös Tibor miről hogyan vélekedik. De az előbb azt mondtad, hogy ugye kevésbé szeretett volna közéletről beszélgetni, inkább az irodalomról is, hát én úgy kicsit megelőlegezve a dolgot azt mondtam, hogy ő már a közélet része. De vajon ma egy humorista, egy ilyen mérték, vagy egy ilyen típusú humorista, mint Bödös Tibor, olyan tényleg a közélet részének tekinthető? Tehát neki egyáltalán van vajon feladata a közéletben? Én ezt is megkérdeztem tőle, hogy mennyire felelős, mert szóba került az értelmiség felelőssége a ország állapotát illetően, és hát akkor nem spórolhattuk meg ezt a kérdést, hogy vajon az a humoristáknak dolga-e, hogy tegyenek a közélet állapotának javításáért. Ugye a közönség hangulatának javításáért tesznek, hiszen végsősorban valószínűleg nagyon sokan, vagy a legtöbben ezért váltanak jegyet a műsoraikra, de vajon közéleti felelősségük van-e? Hát ez kiderül az interjúból, hogy erről miként vélekedik Bödös Tibor. Ami inkább érdekes volt itt, az író, a szépíró és a humorista közötti különbség, vagy a két szerep közötti távolság. Ugye ő, ez most a negyedik kötete a prímszámok óesésben, és bár az előző, a Mulata Manézs is egyértelműen már a paródia kötettől eltávolodott, vagy közeledett a szép irodalom felé, a legújabb kötete az egyértelmű, tehát ez a tendencia egyértelműen nyomon követhető és tetten érhető a szép irodalmi igény, és az a kérdés, hogy vajon őt elfogadják-e írónak, és ugye ahogy ő fogalmaz, hogy többen biztosították róla, hogy amit csinál a szép irodalom, és ugye ez a leggyanúsabb, mert ha valakit valamiről biztosítani kell, akkor ugye ott felmerül a gyanú, hogy ez akkor mégsem az talán. Tehát ez is érdekes, hogy akkor egy humorista mennyire lehet szépíró, és ugye azt látjuk, hogy sok stand-up komikus ad ki könyveket, esetében ugye ez talán a leghangsúlyosabb, úgyhogy ez a szerep is érdekes, de nyilván természetesen szóba kerül a közéleti szerep is, ami egyébként nem független a már említett értelmiségi felelősségtől, és ott is, arra is tömören és szerintem elég plasztikusan reagál, hogy mit is tett és mit nem tett az értelmiség azért, hogy eljussunk oda, ahol most vagyunk. Az, hogy valakik a humorral közelítenek a hatalom felé, ez sokszor elhangzik, hogy igazából más-más sokat nem tehetünk, mint azt, hogy igazából kinevetjük az olyan abszurd intézkedéseket, amiket sajnos azért viszonylag sokat látunk az elmúlt 10-13 évben. Na de hogyha ezen a vonalon indulunk el, és akkor most nem feltétlenül az, hogy Bödöcs Tibor mit mondta az interjúban, hanem kifejezetten a te véleményed érdekelne, te azért kultúrával igencsak régóta foglalkozol, a kultúrpolitikával talán így helyesebb ezt mondani. Tehát, hogy szerinted formálják ők bármennyire, és nem csak Bödöcs Tibor, hanem más humoristák is formálják bármennyire a közgondolkodást, a közéletet?
Tehát mindenképpen a kérdés csak az, hogy vajon a közéletnek azt a részét, vagy mondjuk a társadalomnak azt a részét eléri-e a néha szatirikus, néha cinikus, leginkább ironikus vagy abszurd humor, amit például Bödöss Tibor képvisel. És én azt gondolom, és ez nem lenézés, nehogy valaki félreértse, hogy az a tábor, amelyik hatalomban tartja a Fideszt, valószínűleg nem vevő feltétlenül ezekre a poénokra, hiszen ahhoz egy kicsit úgy kéne érezniük magukat, mint Elsimon László, amikor Dúró Dórának odaszúrva Csák Jánosba is, vagy Csák Jánost is eltalálta, és kívülről nevettette ki a rendszert, és ennek meg is lett a következménye. Hát az a fajta humor, vagy a hatalomnak az ironikus megjelenítése, amit Bödöss Tibor is művel, azt szerintem csak akkor elfogadható valaki számára, hogyha vevő erre, és nem érzi úgy, hogy a léte vagy a identitása forog veszélyben a humor által. Tehát van hatása, csak nem feltétlenül ér el oda, ahova kéne, de ez is kérdés, hogy kéne, nem tudom, nyilván én nem mondhatok ítéletet a föld, hogyha valaki úgy érzi, hogy ez a rendszer minden rendszerek legjobbika, ha már Voltaire szóba került. Úgyhogy igen, tehát hogy hatása van, csak nem feltétlenül ér el mindenhova. Lehet, hogy ez egy kicsit naív kérdés lesz, de tényleg jó ez az ország, hogyha azt veszük, hogy már a humoristának is mindenféleképpen jobb vagy baloldalinak kell lennie, vagy talán ez most már rég meghalódott, ez a jobb vagy baloldal, inkább azt mondom, hogy kormánypárti vagy ellenzéki és kormánykritikus. Hát, ha így lenne, akkor nyilván nem lenne jó, de ez valószínűleg, vagy sajnos, vagy szerencsére, inkább szerencsére nincs így, hiszen például pont Bödöss Tibor az, aki mindenhova lő. És ez szóba is kerül az interjúban, hogy ő nagyon szívesen viccelne az ellenzékkel, ha lenne ellenzék, de hát nincs. És a műsoraiban azért ennyit megemlít, hogy van 2 millió ellenzéki szavazó, de nincs ellenzék. Mi lenne akkor, hogyha lenne ellenzék? Tehát ő nyilván ő a hatalom visszaéléseire, ugye azt úgy fogalmaz, hogy humoristaként a képmutatás a legfőbb táptalaja, vagy az abból a közegből tud meríteni, és hát a képmutatást azért azt látjuk mind a két oldalon, tehát mondjuk Gyurcsány Ferencnek sem kell a szomszédon menni képmutatásért, tehát hogyha ő lenne hatalmon, akkor nyilván ugyanígy viccelne vele, tehát ez egy kicsit azért árnyalja, ez nem is kicsit ezt a jobb és baloldali vagy kormánypárti és ellenzéki humoristát, és ugye azt is látjuk, hogy az úgynevezett kormánypárti humor, vagy a hatalomhoz hű, vagy lojális humor azért az nagyon szomorú dolog. Tehát ha már ugye szóba került Fábri Sándor, azért az ő pályafutásában is tetten érhető az a, hát azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hanyatlásnak, amikor a humort felváltotta az a lojalitás, illetve amikor az olyan emberek, mint például Bödöss Tibor, hát mondjuk kiléptek mögüle. De hogyha, és itt az megint csak nem értékítele, de ne is mondjunk több nevet, tehát hogy vannak azért, pontosan tudják a mondjuk a közmédia rendszeres nézői, hogy kik azok a humoristák, akik megpróbálják ezt a fajta kormányközeli humort képviselni, több, de inkább kevesebb sikerrel. Úgyhogy, tehát szerintem, és egyébként ez nem baj, hogy nincs ilyen, tehát hogy egyébként most akkor visszautal az előző címlapinterjünkre, ugye Alföldi Róbert mondta azt, Szörényi Leventét idézve, hogy nincs, nem lehet jobb és baloldali, egy művész az alapvetően liberális, nem politikailag, hanem művészileg, és azt hiszem, hogy a humorban ez legalább ennyire, ha nem még fokozottabban érvényes, hogy egy humoristának liberálisnak kell lennie, liberálisnak a humor terén. Na jó, de ez a liberális, ez pontosan tudjuk, hogy manapság azért már egyértelműen az ellenzékinek a lényegében a szinonimájává vált. Illetve Bödöss Tibor azt mondta, hogy hát ő is lőne az ellenzékre, ha lenne, hogy ugye ő mondta, vagy ő fogalmazott. Ettől függetlenül azért mégiscsak szerintem a leginkább, vagy a legtöbben arról ismerik, hogy ő a hatalmat gúnyolja, vagy a hatalmat kritizálja, vagy fricskázza. Hát igen, de ez ebből következik, tehát szerintem a humoristák és egyébként ezt is elmondja Bödöss Tibor az interjúban, hogy ugye mindig fölfelé kell ütni, mindig azt a képmutatást, gőgöt, álszentséget kell nevetségessé tenni, amit mindannyian tapasztalunk, de amíg szerintem a legtöbbünknél ez hát jobb esetben csak bosszankodásként, rosszabb esetben zavoláztatlan dűként jelenik meg, addig ő egyébként nála is, mint ahogy ez ki is derül az interjúból, hogy alapvetően dühös, de ezt a dühöt formálja humorra. Ami azért mégiscsak
azt hiszem, hogy még mentálhigiénés szempontból is jobb, hogyha nem tépjük a hajunkat percenként, amire egyébként okot adna a hatalom bőséggel, de talán még mindig jobb, hogy ameddig tudunk, addig nevetünk ezen. Neki vajon attól nem kell tartani, hogy éppen amiatt, amiben ő belecskatujázva, hogy emiatt mondjuk elveszítene egy jelentős közönséget? Hát szerintem nem, ezt nemrég fejeződött be, vagy talán mostanában fejeződik be egy turné, aminek az össznéző száma az nagyjából az Azaria Puskás-Ferenc stadionbeli majdani koncertjeivel tekszik. Tehát nem hiszem, hogy azokat a humoristákat, akiknek mondjuk egy ennél morcosabb diktatúrában esetleg lenne félnivalója, ebben a helyzetben lenne, mert ott a YouTube-ot vannak azok a csatornák, amiket egyelőre még, és azért ne kiabáljunk el semmit, de egyelőre még nem tudnak kontrollálni. A közönségük, tehát a nagynevű humoristáknak megvan az a akár több százezeres bázisa is, ami legalább olyan jól mozgósítható, mint a Fideszé, és nyilván nem őket ez nem befolyásolja, sőt. És ezért, ahogy ezt egyébként, ha már említettük az Azariát, azt pontosan láttuk, hogy a hatalom tudja, hogy valakinek van olyan társadalmi bázisa, olyan közönsége, ami már látványos, ami könnyen mozgósítható, akkor nem kötnek bele. Ugye ez pont az említett előadó művész esetében látványos volt, de ugye Bödös Tiborral nem is próbálkoznak, mert bár voltak ilyenek, ugye Demeter Szilárd elmondta, hogy egyéb utában se, de hát ez most, és egyébként meg nyilván, hogyha amíg az MCC-nek termel pénzt a kötetével, mert hát végső soron mégiscsak arról van szó, hogy ez a kormány közeli szervezet bekebelezve a Librit Bödös Tibor könyveiből is profitál, nyilván nem fogják megkötni a kezét, hogy ne írjon többet, meg ne lépjen föl, mert hogy nem ez az üzleti érdekük. Hát akkor legyen igazad, és még itt a végére egy kérdés, a humoristák utálják azt a kérdést, amikor felteszik nekik, hogy vajon ők a való életben is ilyen vicceseke, mint a színpadon, úgyhogy én Bödös Tibornak fel sem tenném ezt a kérdést, de neked egy kicsit kockázat nélkül felteltem, és akkor ezzel egy kis kulisszatitkot is talán elárulhatunk az interjú. Ról, hogy egyrészt hogy készül egy ilyen interjú, és tényleg ilyen vicces ő valójában is. Hát a Bödös Tiborral készített interjúk mindig egy kicsit különlegesebbek, nem csak az ő státusza miatt, hanem az interjú helyzetek miatt is. Ezek ilyen jó hosszú beszélgetések, amikből hát nagyjából egy ilyen 4-5-6 oldalas interjú is készülhetne, ha mindent, és egyébként nyilván ilyenkor mindig megpróbálom a lehető legütősebb anyagot elkészíteni, de az nem nagy titok, hogy lehetett volna dupla ilyen hosszú is, és akkor sem gyengült volna a szöveg szerintem, és ez nem az én érdem. Üdös Tiboré, tehát hogy ezek mindig nagyon jó hangulatú, kedélyes beszélgetések, és igen, Bödös Tibor, bár itt pont az említett említett turné két állomása között találkoztunk, és saját bevallása szerint egy dupla előadás után nem volt már a legkipihentebb, de ennek ellenére azért egy igen, legalább annyira szórakoztató jelenség élőben is, mint a műsoraiban. Még annyit áruljál, hogy itt ugye a címlap fotónkon is látszik, hogy egy usankában van, ami nyilván, hát némi utalás. Igen, már csak azért ott is, hogy az interjúban is elhangzik, hogy vajon van-e orosz hó Orbán Viktor csizmáján, ahogy ezt a Peaky Blinders című sorozatból kölcsönözött idézettel kérdezi Bödös Tibor. Tehát gondolom arra gondolsz, hogy ezt akkor vajon igen, lehet-e így értelmezni. Hát az biztos, hogy az interjúra is ebben az usánkában érkezett. A fotó külön készült, mert amikor találkoztunk, nem voltak olyanok a fényviszonyok, hogy fotózni lehessen. Hát valószínűleg a zuglói hidegek és a magyar fagy is indokolhatja ezt a viseletet, de azért nem lennék meglepve nagyon, hogyha itt ez többről lenne szó, mint puszta véletlenről. Én is ezt gondolom. Például a fotó esetében is, hogyha igen. Így van, és akkor most ez is lett a végszó. Most tehát akkor a legfrissebb Magyar Hangban Bödöcs Tibor a címlapon egy kétoldalas nagy interjú vele. Itt most az előbb Ficsor Benedekkel arról beszéltünk, hogy mi mindenről beszélt a humorista, rengeteg témát érintettek, úgyhogy nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek. És hát tulajdonképpen a műsorunknak is ez lett most a végszava. A legfrissebb Magyar Hang, tehát az ünnepi kiadásunk december 22-től kapható egészen január első napjaig. Megtalálják a nagyobb élelmiszerboltokban, a benzinkutakon, az újságárusoknál, nagy szeretettel ajánljuk, hogy talán itt a karácsonyi időszakban, amikor mindenki egy kicsit lelassul, akkor
talán egy jó olvasmány lehet. Egyébként, az mondtam is a műsor elején, 52 oldal, tehát egy igen terjedelmes lapszámunk lett. Úgyhogy most már eszem csak annyi maradt hátra, hogy magam és a szerkesztőség teljes nevében minden kedves olvasónknak békés és boldog karácsonyt, és nagyon boldog új évet kívánjunk, és hát találkozzunk a jövő év első napjaiban is.